Réthei Miklós professzor, a Nemzeti Erőforrások miniszteri posztjának várományosa. Jó reggelt kívánok! Ez szép nagy fa, igaz? Azt hiszem, hogy 6 terület tartozik oda, igaz? Jó reggelt kívánok! 5. Na, igen. Én 6-ot is tudok mondani. És ha megengedi, én inkább szárnyaknak nevezném ezeket a területeket, aha, hogy föl tudjunk emelkedni. Tehát pillérekként is pilléreknek is nevezhetnénk őket. Remélem, hogy nem ballasztok. Nem, az biztos, úgyhogy... De mi, tehát most én megpróbálni fölírtam, én 6-ot írtam fel. Most lehet, hogy akkor rosszul tudok valamit. Az, hogy egészségügy, oktatás, van, igen, kultúra, igen, szociális ügyek, igen, sport, ez csak 5. Így 5, igen. Ezekről a szakoktatás oda tartozik egyébként? Az egy közös feladat lesz a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a szakképzés, amelyik egy alapvető felújításra, megújításra vár, és de hát nem tekintve, hogy azzal a korosztállyal foglalkoznak, akik az oktatási egységbe is beletartoznak, úgyhogy két minisztérium fogja a szakoktatást kézben tartani. És reméljük, hogy nem lesz túros a háta ennek a közös lónak. Mert ez mindig probléma volt különben. Igen, hát pontosan ez a minisztériumoknak az egymás mellé, illetve ágazatoknak egymás mellé rendelése ezeket a közös területeket teszi talán könnyebben kezelhetővé. Ezt mondták, hogy ezt meg akartam kérdezni, mit mondtak, hogy ennek mi az előnye, mert az ember azt gondolná, hogy elég nagy fölfordulással jár az átszervezés, és az apparátusban az emberek úgy dolgoznak, hogy tudják, hogy kik az ő partnerek a különféle minisztériumokban, és nem írnak egy levelet, ami elkallódik, és hónapokig fekszik valahol, nem, meg se tudják, hogy kinek címezik, hanem fölhívják telefonon, hogy öreg, mit szólsz ehhez, mi a ti álláspontotok, az visszahívja, váltanak most már egy e-mailt, és el van intézve. De hogyha mindenkit elhelyeznek egy másik épületbe... De hát arról szó sincs. Tehát az átadás átvétel napján a munka folytatódik, a vezető lesz más az egyeseken, tehát nincs területi mozgatás, és olyan értelemben nem is tudunk, hát nincs az az épület, ahova ezt az 5 ágazatnak a munkatársait be lehetne tenni, tehát ettől én nem tartok. Ha eddig is tudták már, hogy kikivel dolgozik, és a munkaterületek hogy vágnak össze, az nagyon jó, ezt megerősíti még ez a közös igazgatás, és amit éppen tegnap este hallottam ennek a fordítottját is, hogy így a lukak is kiderülnek. Tehát kiderül az, hogy melyik az a terület, amelyikkel senki nem foglalkozik. Tehát sem a minisztériumnak sem volt már benne a látóterében, a másiknak sem, pedig fontos. Tehát ezt nem csak pozitív értelemben kell figyelni majd, hanem ilyen értelemben is, hogy derüljenek ki az, hogy tényleg az egész munkaterületre legyen fedve. Pontosabban az az egész terület, ami az emberrel foglalkozik. Mert ezeknek az ágazatoknak az egymás mellé rendelése, nek az alapja az, hogy mindegyik az embernek, az alanyi, hát nem azt mondom, hogy jogon, de az ember a legtermészetesebb értelemben embert kell, hogy szolgálja, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a bajba jutott embert, a szociális ügyek, de nem csak a bajba jutottakat, hanem a segítségre, támogatásra szoruló embert, és végül a sport is. Most nem teljesen, hogy is mondjam, úgy csöppen ebbe bele, mint Pilátus a krédóban, mert 2010-ben már volt rövid ideig minisztériumban felosztályvezető. Igen, tehát mondjuk az egy más szintje volt, de mindesetre mondjuk a minisztériumi, tehát a közigazgatást az főosztályvezetőként tanultam, és hát alkalmaztam is. És volt még egy másik tapasztalatom is, ami egy kicsit hasonlít ehhez. A Semmelweis Egyetemnek a rektora voltam 1991-től 2 évre, aztán másik 2 évre, és ott is 3 kart kellett kézbe tartanom, 3 teljesen különböző kart, általános orvostudományi kar, fogorvostudományi kar, gyógyszerésztudományi kar, olyan szervezeti szabályzattal, hogy a rektor és a dékánok között formális kapcsolat nem volt. Ez minden informálisan ment, és az, hogy az egyetemet akkor 4 éven keresztül úgy nevezték, hogy a béke szigete azokban az években, és azért komoly fejlesztések is történtek, az azt mutatta, hogy meg lehetett oldani a hierarchiák közötti együttműködést. Úgy ismerték, mint aki a nagy harcosok között békét tud teremteni, meg tud közvetíteni. De most nem tudom, hogy itt mi a feladat, mert itt nagy átalakítások inkább, vagy pedig ez? Nem, én úgy tekintem ezt a feladatot, hogy ez a stratégia, tehát megint csak, ugye itt minden
kifelé fordul a minisztérium, minisztérium szolgál, ezt szeretnénk megvalósítani. A kormány tervei között nagyon fontos helyen van a közösségépítés. És a közösségépítés az nem csak az, hogy valaki kimegy és egy fórumon elmondja a véleményét, és az embereket igyekszik megnyugtatni, vagy egyáltalán programot ad, hanem minden ügyintézés az lényegében az emberekkel való kapcsolatot jelenti, amelynek az összessége lehet egy nyugodt és a kormányzat felé bizalommal tekintő, várakozással természetesen és bizalommal tekintő embereknek az országa. Tehát ez lenne a stratégiában. Egymás felé bizalommal tekintő. Ott van a legnagyobb baj. Mert az, hogy nem bíznak a kormányzatba, az hagyján. Egymásban nem bízunk. Hát talán a kettő együtt növelhető. Nem? Persze, hát, szóval, ha az ember egy irányba hajlamos meghitelezni valamit, akkor talán a szomszédjának is előbb-utóbb rájön arra, hogy a szomszédja is megérdemli azt, hogy hitelezzünk neki egy bizalmat, és lelkesítsünk, mert ez is fontos. Mindenkinek elég okunk van arra, hogy szomorkodjunk, vagy kétségbe essünk, de ez nem vezet előre, ez nem jó, hogy így mondjam, hogy hol vagyok, az nem érdekes. Tehát a közhangulaton is mindenféleképpen változtatni kell, és a kormány egyenként és testületileg is azt hiszem, hogy és úgy látom, és úgy tudom, hogy komoly lépéseket kíván tenni, már most folyamatában is vannak ezek a lépések.